rá azt mondták, hogy impresszionista. Mi ez, hogy impresszionizmus? Azt jelenti, hogy nem éles vonalakat húzok meg, hanem homályos vonalakat. Nem is vonalakat, hanem homályt. És a zenében ez a harmóniákra vonatkozik. De sokkal fontosabb ennél az, és ez a lényege az impresszionizmusnak, hogy nem a valóságot akarja visszaadni a művész, hanem azt a hatást, amit a valóság benne kelt. Tehát azt a hangulatot, azt a hatást. Tehát például felhőket nézek, akkor nem a felhőket akarja valamilyen módon, na most egy bárányfelhők, na most ez vihar, nem, hanem azt az impressziót, amit az benne kelt. Mert hát belegondolunk, hogy van egy naplemente, az egyik ember észreveszi, a másik észre veszi, a harmadik pedig festről egy csodálatos Cézán képet. Inkább mondni. Ezzel kapcsolatban akkor nézzünk meg egy ilyen felleg képet. Debussy első nocturne, aminek az a címe, hogy fellege. Egyébként, hogy mennyire impressionista volt Debussy, az abból is kiderült, amikor Magyarországon járt, és a Waldbauer kvartett eljátszotta a G-moll kvartettjét, és hát a próbák alatt, az egész próba alatt egy három megjegyzése volt, és az, abból az egyik ez, hogy kicsit lilábban. Amikor 43 éves, Debussy
akkor megállapodik, révbe jut a magánéletébe, másodszor is megnősül, és a Emma Moisét veszi el feleségül, aki egyébként Sigismund Bardának, egy gazdag bankárnak volt a felesége. Mind a ketten elválnak, Debussy az ő feleségétől, az Emma a ő férjétől, összeházasodnak, boldog házasság, rögtön ott a gyerek, a kislány, Susunak becézi. Debussy is imádja a kislányát, és neki ajánlja ezt a gyermekkuckót, amiben már játszottam is, többször is, és valahogy így írja, hogy drága kis Susumnak gyöngéd mentegetőzéssel azért, ami itt következik. És aztán hat rá, ugye a Susu, amikor a Boáta Zsuzsut megírja, ami egy balett zene, és ott ezt mondja egy levelében, hogy ehhez a darabhoz tanulmányoztam Susu, már a kislánya, a Susu babáinak lelki világát. És hát itt a tánc fele fordul, a balett fele, ha bár már az egyik zongoradarabja, egy korai zongoradarabja ezt a nevet viseli, tánc, tehát a tánc mindig ott volt. Debussy zené a táncra kívánkozik. Én is, amikor feleségemmel csináltuk ezeket a közös együttműködés, és ki kellett választani, hogy milyen klasszikus zeneszerzőnek a darabjára csináljunk koreográfáját, Debussyré volt a legkönnyebb, mert annyira táncos zene, és hát viszont hivatalosan itt fordult a tánchoz, habár már a Szent Sebestyét, amit megírt előbb, ott már a főszerepet a bemutatón Ida Rubinsteinnak adja, aki balettáncos volt, és balettáncos nő. És hát ugye Diaghilev együttesnek ír, ő neki írja a Zső, a Játékok című balettjét, és ezt Nijinszky koreográfálja meg, csak úgy, mint a Faun délutánján. Debussy nem szereti Nijinszkyt, nem szereti a koreográfiáját, van ilyen. Két nagy zeneszerző nem szereti egymást, vagy két nagy zseni, az ízlésük nem egyezik. De ettől függetlenül így ismerjük a Faunt, de nagyszerű balett egyébként. És hát ugye a boldog család életben ott van a tánc, a vidám tánc, de ott van a haláltánc is. Mert ugye Debussynek a betegsége 3 évvel azután kezdődik, hogy megismerkedik a feleségével, a második feleségével, Emmával, és ez egyre jobban elhatalmasodik rajta, illetve benne. És sok-sok más baj is van, hát anyagi gondok, mert hát most először az életében felelős apa, férj, ezt vállalja is. Eddig mindent visszautasított tanítást, visszautasított koncerteket, most viszont elvállalja, kell a pénz. Durant a kiadója szervez neki hangversenyeket, és ott dirigál, zongorázik, egyikhez sincs tehetsége, nekem se. És ugyanakkor úgy szenved, hogy a betegsége egyre erősödik, és utazni, próbálni, hangversenyezni borzasztó nyűg számára. Azon kívül ott van egy fekete felleg a maga a zene felett, és a saját zenéje felett, a gépzene. Egy helyütt ezt írja egy levelébe, hogy furcsa a haladásnak a szelleme, ami most az diktálja, hogy legyünk konzervatívak. Ez nem jelenti azt, hogy visszafejlődést hirdetek, hanem csak azt, hogy vigyázni kell a gépzenére, a mechanizációra, ami már annyi sok szépet felfalt. És amikor ott van a nézőtéren, akkor Picasso, Cocteau és Satie-nak a Parade darabját bemutatják, amiben ugye a színészek, a szereplők felhőkarcolóknak vannak beöltözve, és Debussy a nézőtérről felkiabál, maguk nagyon csúnyák, menjenek haza! És meg kell érnie az, hogy a kora megtagadja, túllép rajta, Cocteau kiáltárnyában, ez így hangzik, elég volt a felhőkből, a habokból, az akváriumokból, a sellőkből, az éjszaka illataiból, földön járó zenét akarunk, a mindennapok zenéjét. Hát ez nagyon édesen Debussy ellen van kihegyezve, kiélezve, és a Durant kiadójának a emlékirataiban benne van, hogy felkereste ebben az időben Debussyt egy ismeretlen, számunkra ismeretlen úr, Durant csak egy X-el jelzi, és ez az úriember beolvas Debussynek, hogy
rettenetes kritikával az egész alkotására nézve, amire azt mondja, Debussy azt írja a naplójában, hogy most már kezdem érteni, hogy miért van olyan sok értetlenség a szegény zenémmel szembe. És aztán most már annyira elhatalmasodik a betegség, és olyan kínokat áll ki, hogy már a humora is elhagyja, és ezt érzi, hogy hát igazán, az élet igazán kegyetlen, és ha már Claude Debussy nem csinálhat zenét, akkor már ne is éljen. És sajnos meg kell, hogy hatódjak, mert megint egyszer egy ilyen szomorú történetről van szó, egy kősi halottról az emberiség és a zene történelmében. Ő azt kérte, hogy a Passy temetőbe temessék el, mert az nem olyan szomorú. Egy évvel később a kislányát, Susust is oda temették. Hát tulajdonképpen én lehetnék pessimista, de nem, mert nagy távlatokban optimista vagyok, mégpedig optimista azért, mert meggyőződésem és hitem az, hogy az egész mindenségben egyetlen egy elkerülhetetlen végcél van, a boldogság. Oda törekszik a természet az isteni önmegismerésének és megélésének útján. És hát ennek egy részlete ugye a földi létünk, ott viszont pessimista vagyok teljes joggal, mert hát hiszen egy biztos, amikor megszületünk, hogy meg fogunk halni. Hát ez rossz hír. És addig is ugye, hát tudjuk, hogy nincs olyan ember, aki szenvedéseken és problémákon nem menne keresztül, inkább azon, mint nem. Ha megnézzük a térképet, hogy hol van a csillagászati térképet, hogy hol van a mi kis nyavanyás bolygónk, egy sötét zugba, ahol tulajdonképpen csak egy nap van a mi naprendszerünkben, pedig legtöbbször több vagy sokkal több. És ez a mi földünk én szerintem sokkal közelebb áll a pokolhoz, mint a mennyországhoz, de hát ezt én csak átmenetnek hiszem, mert szerintem megy tovább a lét a több életeken keresztül, amíg el nem jut ehhez a végső boldogsághoz, amikor már nincs anyag. Mert hogyha megkérdeznek egy tudós embert, egy materialistát, az azt mondja, hogy a világ vége az, hogy szétesik az egész. Az anyag is szétesik táguló univerzummal, vagy belehullik valamilyen fekete lyuk, vagy egy kihűlt, sötét valami. Na igen, de hát hol van akkor a másik része annak, ami itt volt? Tehát energia nem tűnik el, tehát valahol az ott van, és az a lélek. És szerintem pontosan az a boldogság, ahol elérkezünk a paradicsomban, már nem kell többet leszületni, nem kell többet vécére menni, nem kell többet betegnek lenni, nem kell meghalni. Én ebbe hiszek, tehát ezért én optimista vagyok. Ezen a földi létben viszont néha van egy kis felcsillanása ennek a végső boldogságnak, és ezt élte meg Debussy, amikor a második házassága Nászútján Emmával tényleg átérte a boldogságot és a szerelmi extázist, és erről szól a Boldog sziget című darabja, ami nem csak a két ember boldogsága, de ez a mesevilág megint megjelenik, ez a földön túli, zenén túli mesevilág, ami benne élt. Thank you.
És most elérkeztünk a végponthoz, a ma esténk végpontjához, a tengernek a Tenger című darabjának a végéhez, ami hát az öröm és a győzelem, tehát az élet győzelme, ennek az apoteózisa. Ezután esetleg egy kis meglepetés, ráadás jön, amit még senki se tudja, a zenekar se tudja, nem műneki kell játszani, valakinek másnak kell. Na, akkor hallják a Debussy La Mer utolsó tételének a utolsó része. Hihetetlen, hogy ez elkezdődik, egyszerűen egy szál oba, és alatta alig van a zenekarnak valami kis árnyéka, és ez egyszerűen ott vagyunk, és a tengernek a végtelenségét érezzük. Egy szál oba, alatta egy árnyék, és ott a tenger.
tulajdonképpen vége a koncertnek, de én nekem eszembe jutott valami, mégpedig az, hogy ez a Claire Delune, amivel kezdtem az egész estét, ez nem való egy kivilágított, nagy, gyönyör, akármilyen gyönyörű teremhez sem, hanem sötétbe. És amikor én most Párizsban voltam, egy koncert után, tavaly előtt, akkor meg voltunk hívva valahova egy olyan emberhez, aki Debussy házában lakott. Hát az a ház már persze nem olyan volt, mint amikor Debussy Bertrand lakott, de ott voltunk vacsorán, és nekem tizenkére eszembe jutott, hogy most én itt eljátszom a Claire Delune-t sötétbe, hogy csak a Debussy szerintem, hát most ugyanezt meg akarom itt csinálni, megpróbálni, és a zongorát fel se nyitjuk, semmi hangja nem lesz, de ez kell hozzá.